Ménes birtok feladata az, hogy elsősorban a lovas sportok számára nyújtson színhelyet. Azt hiszem, hogy a ló és a kutya összefügg egymással, hiszen szeretnénk itt a Ménes birtokon több rendezvényt csinálni, és azt hiszem, hogy a kutya nem idegen sem a lótól, főleg a basset-hund nem, ami régen egy csak vadászatokon használták csapázásra. Én azt hiszem, hogy egy település fejlettségét jelzi az, hogyha az állatokkal való viszony európai. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy településünkön is példaként szolgáljunk a kutyákkal való, az állattal való, az élő környezettel való bánás tekintetében. Ezt a kutyafajtát vadászkutyaként emlegetik, igazándiból vércsapakutya, tehát egy megsebzett vadnak az előkeresés, megkeresésére találták ki, általában vaddisznókra, vaddisznó felkeresésére jött, megölt vaddisznó megtalálására találták ki, mert ez befér a magasságánál, illetve alacsonyságánál fogva befér a bozótosba onnét a hangjával, illetve akkor, amikor ilyet csinálnak, akkor tehát keresést csinálnak, akkor egy vonnyító hangot, tehát egy az ugatásukkal akár kiűzik a megsebzett vaddisznót a tüskésebb, bokrosabb területről, és így erre használták őket. Nagyon örülünk. 38 kutya nagyon ritkán van Magyarországon, amikor egy kiállításon megjelenik. Elég magas a részvétel, nagyon sokan ebből a 38-ból legalább 35 kutyának a klubban van a nyilvántartása, tehát a gazdáik is klubtagjaink, vannak külföldről, Romániából, Szlovákiából nevezőink itt erre a kiállításra. Még lehet, hogy nincs akkor a hírnev, hogy még nagyobb legyen a nemzetközi részvétel, de a következő években igyekszünk, hogy minél magasabbra emeljük ezt a külföldi részvételt. A dalmata végül is nem tudjuk, hogy honnét származik. Az FCI szerint most kiadták a dalmatának a származását Horvátországba, de végül is a mostani tanulmányok szerint, amit olvasgatok, már a fárok idejében is pöttyös kutyaként emlegették ezeket a kutyafajtákat. A fároknak a kriptájában fel vannak vésve ezek a kutyák, ugyanúgy a kripta, ugyanúgy a falra, mint pöttyös kutya, amit ők harci kutyaként használtak gladiátor versenyeken. Ezeknek a kutyáknak nagyon sok más kutya van a vérvonalába, akár a pitbulltól elkezdve a kanekorzóig, vagy bármely kutyáig meg lehet benne találni a vérvonalat. A dalmatákat a kosztümös rendszerben Angliában kezdték jobbára tenyészteni hintók követésére, az uradalom használta vadászni, akár keftelésből, akár mint vadászkutyákat tartották ezeket az állatokat. Nálunk az 1900-as évek elején terjedt el ez a kutyafajta, ami megint csak a külsőre vonatkozhatóan az uradalom használta, mint mutatós kutya. Ezeket a kutyákat nálunk a 1990-es évek elején, közepén volt nagyon felfutóba, ahol volt olyan kiállítás, ahol 120-130 kutya jelent meg egy kiállításon, akkor nagyon felkapták ezt a kutyafajtát, ami sajnos a ezredforduló elejére mondhatni az, hogy még a mai napig is nagyon kevés van belőle a kiállításon sajnos, de szeretnénk elérni azt, hogy ezek a kutyák ugyanebben a fényben tündököljenek, mint 10-15 évvel ezelőtt, hogy minél többen kedvék ezt a fajtát. Ezek a kutyák, ezek nagyon barátságosak, nagyon gyerekszeretők, lehet őket tanítani, akár mint egy német juhász, akár mint egy bármilyen vadászkutya. Van olyan vadász, aki nagyon nagy szeretettel vadászik vele, ugyanúgy, mint a magyar vizsla, német vizsla, ugyanúgy hordja az állatokat befelé, kifelé, egy lelőtt vadat, ugyanúgy keresi a nyomot, ugyanúgy szórakoztatja a vadász, ugyanúgy szórakoztatja a gyerekeket, ugyanúgy, hogyha kell, akkor házat őriz. Ezeknek a kutyáknak, ezeknek egy a jellege, nagyon egyemberes kutya. Akit ő elfogadott, azt nagyon szereti, annak bármit, bármikor megcsinál. Ők ilyenek. Most már egyre több kutyakiállításon zárják a kiállítást, a keverékkutya bemutatóval, kiállítással és díjazással, ezzel is mutatva azt a hozzáállást, hogy nem csak a fajta tiszta kutyáknak jut szerep az ember életébe, hanem mint társállat az úgynevezett keverékkutyák is nagyon sok értékmérő tulajdonsággal rendelkeznek, és méltó társai az embernek. És ennek kívánunk hangsúlyt adni, és ez is annak a nevelésnek a része, amelyet szeretnénk itt elkezdeni a Ménes birtokon,
ami nem csak a ló szeretetét, a kutya szeretetét, hanem egy általános állatszeretetet jelent, hiszen aki szereti a környezetét, az állatokat, a növényeket, az, ahogy a mondás mondja, a rossz ember nem lehet, ez egyik dolog, de azt hiszem, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektessünk arra, hogy a környezetünket tisztán tartsuk, állataink jólétéről gondoskodjunk, ugyanúgy, hogy a saját jólétünkről is igyekszünk gondoskodni.